Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy ma este is eljöhettünk ide, és köszönjük néked, hogy már is megszólítottál bennünket a bevezető és a bizonyságtétel által, és köszönjük, hogy magadra irányítottad a figyelmünket. Kérünk, hogy engedd, hogy ma este jobban megismerjünk, azért, hogy jobban és gyermekibb szívvel tudjunk bízni benned, átadva szívünket, életünket először vagy újra te néked. Kérünk téged arra, hogy szólíts meg minket az igéből, az elhangzó bizonyságtétel által is, és dicsőíts meg magad minnyájunk előtt. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, és hódolhatunk neked, Urunk, aki meghaltál és feltámadtál, aki ülsz az Atya jobbján, de aki lehajolsz a porban lévőhöz, hogy fölemeld magadhoz, hogy fölemeld az örök életre. Kérünk, hogy cselekedd meg ezt a csodát közöttünk is, és mindazokkal, akikkel terveidben szerepel. Amen. Kedves testvéreim, ma este Márk evangéliumának második részéből olvassuk Isten igéjét. Márk evangéliumának második részéből az első 12 verset. Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeté nékik az ígét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törvén leereszték a nyoszaját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudó, kik ott ülnek vala szívükben, így okoskodván: Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondta nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb, azt mondanom én a gutaütöttnek: megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön bűnöket megbocsátani? Mondta a gutaütöttnek: mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat és eredj haza. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén a nyoszoljáját, kiment mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodik, és dicsőíté az Istent, ezt mondván: soha nem láttunk ilyet. Kedves testvéreim, estéről estére az Úr Jézus áll figyelmünk középpontjában, reá fókuszálunk. Az első este láttuk, hogy ő a Messiás. Az az egyedülálló valaki, aki a bűneset, összes következményeit kiküszöböli ebből a világból, és újjá teremti a mindenséget. Akinek jelentősége univerzális, nem lokális. Az egész föld, az egész emberiség számára jelentősége van az ő személyének. Tegnap azt láttuk, hogy ő hogyan állít helyre földön jártában megromlott emberi kapcsolatokat. Láttunk egy testvérpárt, akik összevesztek az örökség miatt, és azok kapcsán Jézus a figyelmüket ráterelt arra, hogy az örökség, de tulajdonképpen az anyagi vagyonba vetett bizalmuk, hitük vezetett ahhoz a mohósághoz, hogy most egymás torkát szorongatják, és követeli az egyik a másikon a vagyomból ráeső részt. Ne a vagyomban reménykedjenek, hogy majd az ad nekik életet, és az biztosítja az ő életüket, hanem az Úrban reménykedjenek, mert az Úr által vannak biztonságban, az Úrban vannak biztonságban, és nyilván, hogyha ezek az emberek, ezek a veszekedő testvérek megfogadták Jézus tanácsát, akkor
akkor valóban nem a pénzbe bíztak tovább, hanem inkább az Úrba, s annak következtében egymással is kibékültek. Na, tegnap tehát ezzel foglalkoztunk, hogy Jézus helyreállít egy megromlott emberi kapcsolatot. Ma este azzal foglalkozunk, azt nézzük meg, hogy hogyan állítja helyre az embernek, egy beteg embernek az Istennel való kapcsolatát. Ugye mondtuk, hogy a Messiás helyreállítja azt, ami elromlott. Hát ott két ember között is láttuk, hogy hogy gyógyítgatja meg a kapcsolatot, egész a dolog gyökereig lemenve, és egy gyökeres megújulást, helyreállítódást munkálva. Itt pedig ma azt látjuk, hogy az embernek az Isten kapcsolatát hogyan állítja helyre, ő mint Messiás. Hát Kapernaumban van, vagyis otthon, ahol korábban is lelkesen fogadták. Amikor hírül veszik, hogy otthon van, most is jöttek az emberek ahhoz a házhoz, ahol Jézus tartózkodott. Nem lehet pontosan tudni, hogy ez Péternek a háza volt, vagy a zsinagóga volt, de mindegy is. Annyian összejöttek ott abban a házban, hogy már egy gombos tűt se lehetett lejteni, hogy ma mondjuk, vagy a csilláron is lógtak. A sokaság teljesen elállta a bejáratot, ő pedig oda bent hirdette az igét a hallgatóságának. Nem tudjuk, miről beszélt, de szívesen ott lettünk volna azon a házi Isten tiszteleten. Legalábbis én biztos szívesen ott lettem volna. Lehet egyébként, hogy pont a bűnről beszélt, a bűnbocsánatról, a kegyelmes atyáról, az Isten országáról. Nem tudjuk, de biztos nem vagyok egyedül, talán ti is ott lettetek volna szívesen hallgatni őt, hogy hogyan hirdeti az Úr Jézus az Isten igéjét. Közben odakünn feltűnik négy ember, akik közösen hoznak egy hordágyon fekvő, agyvérzéses beteget, aki mozgásképtelen volt. Ezek az emberek hitték, ahogy megtudjuk a szövegből, hogy Jézus meg tudja gyógyítani betegüket, ezért próbáltak mindenáron Jézus elé jutni, de hiába. És ekkor az a merész ötletük támad, hogy felmennek a tetőre, felbontják a tanító Jézus feje fölött a háztetőt, és leeresztik elé betegtársukat. Úgy is tettek, és nem volt nehéz dolguk, mert a jellegzetes palesztinai házaknak lapos volt a teteje, egy külső lépcsőn kellett oda felmenni. A tető jól ledöngölt agyagból készült, amit fagerendákra erősített ág fonatokkal erősítettek meg. Ezt kibontották, és leeresztették a beteg társukat Jézus orra elé. Jézus odafordul a leeresztett beteghez, és azt mondja neki: fiam, megbocsáttattak a bűneid. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Talán mindenek előtt arra szeretném irányítani a figyelmeteket, hogy azok az emberek, akik abban a helységben voltak, azok az emberek a bűnbocsánatnak roppant jelentőséget tulajdonítottak. A mai ember pedig, amikor hallja ezt a mondatot, akkor nem érti, hogy mi ebbe a szenzációs. A mai ember nem tulajdonít a bűnbocsánatnak kardinális jelentőséget. Azért nem, mert másképpen gondolkodik, mint az akkori emberek, a Jézus korabeli emberek. A mai ember másképp gondolkodik Istenről, akinek a létét egyszerűen megtagadta. Ateista magyarul. A menny üres a mai ember számára. Legfeljebb valami képzeletbeli istenséget vetítenek oda némelyek, de az Isten valójában személyként, élő személyként, mint igazságos, kegyelmes, mint szent, mint szerető személy nem létezik. Ebből aztán egyenesen következik, hogy a mai ember számára, az ateista ember számára nincs egy abszolút isteni törvény sem. Nincs egy abszolút erkölcsi törvény sem. A 10 parancsolat? Ugyan? Ugyan, kérem. Talán egy régi nép, sőt népek alkotása. Szép, de korhoz kötött, kultúra függő, nem egy isteni, abszolút mérce, ami meghatározná, hogy mi a bűn. Ugyan. Ha nincs Isten, nincs egy abszolút törvény, ami meghatározna, hogy mi a bűn. Éppen ezért van a mai világban, hogy az emberek nem tudják, mi a bűn. Nem tudják, hogy mi a bűn.
Mi a bűn? A magyar törvények megszegése? Amit a többség kitalál, annak a figyelembe nem vétele? Vagy amit a kisebbség kitalál, és annak a figyelembe nem vétele? Amit én annak tartok, az a bűn. Amit nem tartok, az nem az. Ugyanaz a tett lehet délelőtt bűn, délután erény. Ma már bűn, ami tegnap erény volt, vagy fordítva? Egyáltalán mi az igazság? Mi a jó? Mi a szent? Mi a szentségtelen? Mi bűn és mi erény? Úgy tűnik, testvérek, hogy ma minden összemosódik, egybemosódik, minden mindent kiegészít, minden mindennel lényegileg egyé válik. Semmiféle erkölcsi értékrendet nem erőltethetünk másra, halljuk elégszer. És ránk se erőltethet más valamiféle értékrendet. Egymást tolerálnunk kell, türelmesnek kell lenni egymással. Nincs Isten, nincs egy abszolút isteni törvény, ami megmutatná, mi a bűn. Az embereknek a fejébe fel se ködlik, hogy Isten a maga bírói színe elé állít, és törvénye alapján megvizsgál egy embert. És ő, aki mindent tud, és igazságos ítéletet gyakorol az ember felett. Arra meg pláne nem gondol senki, hogy az Isten ellen elkövetett bűn igazságos ítélete a részéről az örök halál, a pokol, egy mindennél gyötrelmesebb hely és állapot. Mindez nincs. A kortársaink úgy gondolják, hogy az élet a bölcsőtől a koporsóig tart. Erre redukáltuk az életet. Ezen túl semmi nincs, és senki nincs. Nincs Isten, nincs törvény, nincs bűn sem. Nincs ítélet sem. Nincs bűnhődés sem. Nincs jutalmazás sem. Csak a bölcsőtől a sírig van. Ezeknek az embereknek, akik így gondolkoznak, ebben a gondolatrendszerben élnek, testvéreim, annak a mondatnak, amit itt Jézus mond ennek a béna embernek, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid, abszolút semmi jelentősége nincs. Na és...
Most a bűnbocsánat megragadásáról is hadd mondjak azért egy pár gondolatot. Nem tudom, hogy ez a béna ember, hogy pontosan mit gondolt ugye az első pillanatban, de hogy a második pillanatban mit gondolt, azt már sejtem. Én úgy gondolom, hogy ez az ember egyszerűen elhitte, amit Jézus neki mondott. Jézus azt mondta, hogy megbocsátattak a bűneim. Ő nem beszélt ennyit a bűnbocsánat csodálatosságáról, mint most én. Egyszerű volt a dolog. Megbocsátattak a bűneid. És akkor ott ült, ott feküdt ez az ember az ágyon, és azt mondja, hát, akkor biztos, ha ő mondja, biztos. Annyit beszéltek nekem ezek az emberek, akik ide hoztak engem, ezek hívők voltak, ugye azt mondja a Biblia, hogy látta Jézus azoknak a hitét. Ez így van, ahogy mondja. Egyszerűen úgy gondolom, hogy gyermeki hittel elfogadta a bűnbocsánatot ez az ember. És azzal együtt az Istent is tulajdonképpen. És egy kicsit ebben erősít engem az, hogy amikor Jézus azt mondja neki, hogy akkor most vedd fel a te nyoszajádat, azt eredj haza, akkor ez az ember mit csinál megint? Hisz Jézusnak. És föl kell az ágyáról, és föltekergeti a nyoszaját, és elmegy haza. Nem, ez az ember nem kezd okoskodni, hogy tehát uram, hát a bűn, hát ki vagy te, hogy a bűn, okoskodjanak az írástudók. Nem mondja, hogy ó, uram, hát nem látod, hát agyvérzéses vagyok, hát meg sem tudok mozdulni. Hát hogy mondhatsz ilyet, hogy keljek föl? Nem okoskodik, testvérek, nem ellenkezik, hanem egyszerűen hisz annak, amit Jézus mondott. És testvéreim, ugyanígy lesz a miénk is a bűnbocsánat, és azzal együtt Isten, hogy hiszünk annak, amit Jézus mondott. Jézus mit mond nektek? Fiam, vagy leányom, bízzál, megbocsátattak néked a te bűneid. Hiszed-e ezt a mondatot, amit Jézus mondott? Építesz-e erre a mondatra? Megragadod-e, hogy akkor ez így van? Akkor ez így van? Vagy kezdesz vitatkozni, okoskodni, jobban tudni a dolgokat? Ó, bár csak Jézusnak ez a mondata úgy megragadhatná a szívedet, és hitet nemzhetne benned, hitet hozhatna létre benned, hogy belekapaszkodj ebbe a Jézus ígéretbe, hogy igen, így van. És innentől kezdve, testvérem, tudni fogod, hittel tudni fogod, hogy tényleg megbocsátattak a bűneid. És abban a pillanatban az a nagy sötét teher, ami nyomja a lelki értelembe vett vállaidat, a vétkeid terhe, egyszerűen a múlté lesz. A sok lelkiismeret furdalást okozó, boldogtalanná tevő, lelki erőket felemésztő vétkek, a számlálhatatlan, a kárhozatba sodró bűnök, a láthatatlan, de mégis valóságos vétkek sokasága nem nyomasztanak többé. Felszabadulsz és fellélegzel. És más emberré leszel, az Úr gyermekévé. Mert már nem állott semmi köztem és ő közte az én atyám között. Megbocsáttattak a bűneim. Istenem van, örök életem van, üdvösségem van. Minden az enyém. Nem kell félnem az ítélettől, a kárhozattól. Szabad vagyok. Hidd ezt a mondatot, testvérem, amit Jézus mond. Nem én mondom, ő mondja itt az ígébe. Mondané ki Jézus. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Nem tehetjük meg, hogy az írástudókról nem említünk még egy pár gondolatot. Amikor a jelenlevő írástudók hallják, hogy Jézus bűnbocsánatot ad a bénának, a szívükben okoskodni kezdenek. Ez az írástudóknak a kiváltsága. De azért nem rossz ez az okoskodás. Ők ugyanis a bűnbocsánat jogát egyedül és teljesen Isten kiváltságának tartották. Ugyanis Isten maga mondta, Ézsaiás könyvében például, hogy én vagyok, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. Vagy önmagamért cselekszem, mert hogyan szentségtelenítetnék meg a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom. Az Úr közli az Ótestamentumban itt is, meg sok más helyen, hogy ő fenntartja magának az ellene elkövetett bűnök megbocsátásának a jogát. A zsidó rabbik még a messiásnak se nagyon tulajdonították azt a jogot, hogy megbocsátja a bűnöket. Annyira Istennek tartották fönn egyedül ezt a jogot. És amikor Jézus azt mondja itt ennek a bénának, hogy fiam, megbocsátattak néked a bűneid, akkor az ő fülükbe Jézus egy olyan dolgot gyakorol, vagy az ő szemükbe Jézus egy olyan dolgot gyakorol, amit csak Isten gyakorolhat. Vagyis Jézus az Istennel egy szintre helyezi magát.
Isten helyére lép, amikor azt adja, amit egyedül Isten adhat, bűnbocsánatot. Bárki megbocsáthat a fele barátjának, de az Isten nevében nem bocsáthat meg egy ember. És ha mégis megteszi, akkor Isten káromlást követel. Isten jogát magának tulajdonítja, Isten káromlást követel, és ezért halálbüntetéssel kell sújtani. A zsidó törvények szerint, az ószövetségi törvények szerint. Vagyis az írástudók szemébe, testvéreim, Jézusnak ez a bűnbocsánatot hirdető mondata tulajdonképpen azt jelentette, hogy ő Istennek tartja és nevezi magát. Ez pedig Isten káromlás. Halálra méltó ez a Jézus, akinek itt ülünk a lábánál. Jézus látja az ő gondolataikat, és azt mondja nekik, miért gondoljátok ezeket a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom, hogy megbocsátattak neked a bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd a nyoszajádat és járj. Most testvérek, azt nem tudom, hogy az írástudók megdöbbentek-e azon, hogy Jézus ismeri és kimondja a gondolataikat. De ha meg is döbbentek, hallották a kérdést is, mi könnyebb, ezt mondanom, vagy azt? És még mielőtt válaszolni tudtak volna, Jézus azt mondja a bénának, most pedig ti tudjátok meg, hogy van hatalmam bűnöket bocsátani a földön. Eredj, vedd fel az nyoszajádat és menj haza. És az ember föl kell a földről, föl kell a nyoszajájáról, és ahogy tekeri össze a nyoszajáját, és az emberek ott vannak, és mindenki ledermed, ugyanakkor mindenki tudja, hogy ez az ember itt fölállt, ez azt jelenti, hogy Jézusnak van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket. Ez a csoda, amit a szemünk előtt lezajlik, ez azt illusztrálja, azt teszi világossá, azt teszi egyértelművé, hogy Jézusnak van hatalma bűnöket bocsátani a földön. Mindegy, hogy melyiket könnyebb mondani. Nem erüljünk el abba, hogy melyiket könnyebb mondani, hogy most vedd fel a nyoszajádat, vagy megbocsátattak a bűneid. Nem az az érdekes itt, hanem az, hogy az ember fiának van hatalma a földön bűnöket bocsátani. Ezt megerősítette Jézus az ott lévők előtt is, a mi szemünk előtt is, testvérek. Előttem is, előttetek is, mert látjuk ezt a történetet, olvassuk ezt a történetet. És az, hogy az ember ott fölállt és hazament, ez nekünk is bizonyítja, hogy Jézusnak van isteni joga és isteni felhatalmazása arra, hogy megbocsássa a bűnt ezen a földön, nekem is, nektek is. A bűnösöknek. És van hatalma arra, hogy helyreállítsa a mi és Isten viszonyát. Az én és az Isten viszonyát. Te és az Isten viszonyát. Amikor neked ő ad bocsánatot, akkor nem akárki adja azt, hanem azt úgy veheted, mintha Isten mondta volna neked. Fogad hittel, amikor Jézus mondja, mert neki van hatalma a földön bűnöket bocsátani. Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Kívánom nektek, hogy hittel tudjatok megnyugodni Jézusnak ebben a mondatában. És örvendezni kezdjetek annak a bocsánatnak, amit ő nektek adott, és annak az Istennek, akivel ő benneteket így összekapcsolt. És tudjatok örvendezni abban az új életben, abban az új kapcsolatban, ami így elkezdődhet a számotokra. Lezárnám azzal, testvérek, hogy az Úr Jézus tulajdonképpen ott abban a kapernaumi házban is azért tette meg ezt, meg azért is íródott meg itt előttünk ez, hogy megdicsőítse magát előttünk Jézus. Megdicsőítse magát előttünk Jézus. Hogy megmutassa nekünk, hogy ő az a valaki, akit a zsidók messiásnak neveztek, az a valaki, aki helyreállítja azt, amit a bűn, ami a bűn miatt tönkrement, ami Ádám és Éva miatt tönkrement. Ő helyreállítja az ember-ember és az ember-Isten kapcsolatát is. Ő helyreállítja a lelki nyomorúságot és a testi nyomorúságot is. Az ő királyi hatalmába van az, hogy új eget és új földet teremtsen, ahol nem lesz se bűn, se betegség, se bénaság, se agyvérzés, se semmi. Jézus megdicsőíti magát, mint messiás, a beteg előtt, akit meggyógyított. Megdicsőítette magát azok előtt, az írástudók előtt, akik ott ücsörögtek hitetlenül okoskodva a szívükbe. Megdicsőítette magát azok előtt, a hívők előtt, akik odahozták azt a beteg embert, és oda tették Jézus elé.
és megerősítette azoknak a hitét, akik hittek benne, és hitre bátorította azokat. Az ő követésére, az ő belévetett bizalomra bátorította azokat, akik mindennek tanúi voltak. Bízzunk hát, testvéreim, ebben a Jézusban mi is, személyesen. Különösképpen most, amikor azt üzeni nekünk az igéből, fiam, vagy leányom, megbocsáttattak néked a te bűneid. Nyugodjatok meg ebben hittel, és éljetek az Úrral, drága közösségben, itt a földön, és örökké. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged, aki nem csak régen, hanem ma is megdicsőíted magad. Köszönjük néked, hogy úgy állsz előttünk estéről estére, mint aki számunkra felfoghatatlanul csodálatos, lenyűgöző a te személyed. Te vagy az, aki borzasztó romlásokat tudsz meggyógyítani, aki helyre tudsz állítani ember-ember kapcsolatot, és aki helyre tudsz állítani ember és Isten kapcsolatot. Köszönjük, hogy ma este erről hallottunk. Áldunk azért, mert fölhatalmazásod van arra, hogy megbocsásd a bűnt, ami elválaszt minket Istentől. És áldunk téged a bűnbocsánatnak ezért a csodálatos ajándékáért, amit egy kicsit szemügyre vehettünk. És köszönjük, hogy te ezt az ajándékot nem tartod távol tőlünk, hanem velünk is közlöd. És nekünk is mondod most az igében, hogy megbocsátattak a mi bűneink. Urunk, segíts, hogy hinni tudjuk ezt a mondatot, és bele tudjunk ebbe kapaszkodni. Hogy milyenk legyen az is, amiről ez a mondat szól, milyenk legyen a bűnbocsánat kincse. És azon túl milyenk legyen az Atya, milyenk legyen a menny, milyenk legyen az igazság, a szentség, az örök élet, az Isten országa, a szentek serege, az angyalok serege, a boldog örök élet, új élet. Kérünk téged arra, hogy segítsél megnyugodnunk gyermeki szívvel először és újra ebben a mondatodban. Kérünk, hogy áld meg most szívünket, és készítsd el a holnapi napunkat is. Kérünk, hogy te hozz össze bennünket, te mutasd meg nekünk magadat holnap is. Addig is kérünk, hogy vigyázz rájánk, őrizd meg minket, és beszélj a mi szívünkkel. Amen.